Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megnézzük az ő gondolatait, terveit, hogy mit mutat itt ez a kártya. Itt lesz egy jó hír. Vagy ő jelentkezik nálad, és te kapod meg ezt a jó hírt, vagy nála vannak elvárások, hogy te jelentkezz nála. Ez a jó hír lehet egy jó ajánlat is, vagy nyeremények, bizonyos szerződések, valami írásbeli dolog érkezik hozzád, vagy hozzá, vagy mindkettőtökhöz, ami szerencsét hoz. És hogyan érzi magát? Itt látható az utazás. Ezek külföldi kapcsolatok. Lehet, hogy ez a jó hír külföldről jön, vagy lesz egy meghívás, lesz egy utazás. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy tervez veled egy utazást, holott itt az ő érzelmeiről van szó, és ez jelenthet egy belső utat is, egy lelki kapcsolatot kettőtök között. És akkor ez a jó hír utalhat egy telepátikus kapcsolatra is, vagy egy hírre, hogy érzi ő azt, hogy jól vagy-e, vagy sem, és úgy gondolja, úgy érzi, hogy te is ott vagy a közelében. És mit fog tenni? Itt látható egy találkozás, egy szerelmes pár, minden rendben van. Lesz egy jó hír, egy meghívás, egy utazás, vagy ő jön hozzád, de látható a háttérben egy féltékeny férfi. Ez lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak van szimbolikus jelentése. Valaki figyelget benneteket, féltékeny, vagy irigy rád, vagy rátok. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a nyilvánosság, a kapcsolatok, a mozgás. Ő felvállal téged. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, találkoztok másokkal, lesz itt egy meghívó, egy utazás, de azért legyetek kicsit óvatosak, akkor is, ha kettőtök között minden rendben van, hiszen ő szeret téged, de lehet, hogy itt a nyilvánosságon, ebben a csoportban van valaki, aki figyelget benneteket, vagy irigy rád, esetleg féltékeny valaki ott a környezetben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!